Szilvási György, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő egykori tárca nélküli miniszter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A belügyminiszter azt mondta a megfigyelési botránnyal kapcsolatban, hogy 2010 után ilyesmi, tehát törvénytelen megfigyelés nem fordulhatott elő. Ez azt jelenti, hogy előtte viszont igen. Jó, egy ironikus megjegyzés itt tehető, hogy 98 és 2002 között sem történt ilyen, de ezt most tegyük félre. Elfogadja-e azt, hogy 2010 előtt szintén voltak olyan törvényes vagy törvénytelen megfigyelések, amelyek, hát hogy mondjam, csak olyan emberek ellen irányultak, akik nem terroristák voltak, hanem ellenzékiek vagy független oknyomozó újságírók, gyanús ügyvédek, és így tovább. Hát ez utóbbi kategóriát így nem, de az, hogy voltak megfigyelések, természetesen igen. És hát az is természetes, hogy azt mondom, hogy ezek törvényesek voltak, de nem csak a jogszerűség szempontjából, a szabad így fogalmazni, hanem hát így utólag a erkölcsi etikai szempontokat is figyelembe véve, amit azért legjobban az bizonyít, hogy a Fidesz nagyon sok esetben feljelentést tett ellenünk 2010-et követően, amikor úgy gondolta, hogy ügyészség segítségével bíróság elé visz bennünket különböző ügyekben, és mindegyikről kiderült, hogy alaptalan volt. Tehát azok a vádaskodások, amelyek 2010 előtt napvilágot láttak, azokat a bíróság, akkor még független bíróság, mint cáfolta. Úgyhogy igazán természetesen voltak lehallgatások egy sor ügyben, de ilyen típusúról nem tudok, és nem is tudták volna bizonyítani, nem is próbálták meg bizonyítani, hogy ilyen lett volna, amelyik újságírók ellen irányult volna például. De milyen típusú lehallgatások voltak, tehát kiket figyeltek? Hát ugye név szerint ezt nem lehet sorolni, nagyon sok esetben ezt nem is tudom, mert az engedélyeket az igazságügyminiszter adja ki, ha kormányzati hatáskör, egyébként pedig bíróság, ha nem kormányzati hatáskör, de hát nyilván a terror elhállítás, az objektumvédelem, a bűncselekmények felderítése kapcsán, hát a lehallgatási engedélyek azok személyek ellen irányulnak, ez természetes, hát ezt nem lehet felsorolni. Csak ami nagyon fontos hangsúlyozni, hogy sem rendszer szinten, sem egyedi szinten törvénytelenséget nem találtak 2010 után. Mi volt az az indok, amivel az igazságügyminiszterhez lehetett fordulni, hogy engedélyezze a lehallgatást? Hát ez a gyakorlat eléggé töretlenül úgy alakult az elmúlt évtizedekben, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok fordulhattak az igazságügyminiszterhez, tehát a nemzetbiztonsági törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében. Ők az igazságügyminisztertől kapták az engedélyt. Az igazságügyi miniszterek soha nem felügyelték a nemzetbiztonsági szolgálatokat. Ez kvázi függetlenséget jelentett, de kormányzaton belül volt ez. Működött 2010 előtt is, és 2010 után is. Tehát Varga Judit nem felügyeli. Azt mondja, hogy Varga Judit nem felügyeli a titkosszolgálatokat. Ő nem felügyeli a titkosszolgálatokat. Nem, de kormányzatnak tagja. Igen. Na most azt fontos tudni, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok a kormány által meghatározott úgynevezett hírigények alapján dolgoznak. Tehát túl a törvényen meghatározott feladatokon, az aktuálisan az adott évre a különböző miniszterek összeraknak egy olyan információs hírigényt, ami alapján a titkosszolgálatok aztán abban az évben dolgoznak. Ez vonatkozik a hírszerzésre is, és vonatkozik a nemzetbiztonsági hivatalra is. És hát emlékszünk arra, nem olyan régen, néhány évvel ezelőtt, amikor a miniszterelnök és a kormány is kijelentette mondjuk azt, hogy a soros hálózat működése Magyarországon nemzetbiztonsági kockázat. Ebből azt akarom kihozni, hogy egy adott kormány egy adott időszakban meghatározza a nemzetbiztonsági szervek számára, hogy ő mit tekint olyan elhárítandó tevékenységnek, szervezetnek, cselekménynek, amivel kapcsolatosan feladata van a titkosszolgálatoknak. És nekem nagyon az a gyanúm, itt a mostani kormányzati reakciókat is hallgatva, hogy valami ilyesmi történhetett itt néhány évvel ezelőtt, hogy nem csak verbálisan a sajtóban képviselték ezt az álláspontot, hogy a szoros hálózat az Magyarország ellensége, hanem hát ezt a gyakorlatban is átvitték, amikor a biztonsági szolgálatok működését nézzük. Itt a ügyvédi kamara elnökének mi köze van Soros Györgyhez? Hát nyilvánvalóan nem mindenkire, nem tudom egyébként, hogy kit milyen indoklással
vettek be ebbe a megfigyelési ügybe. Egyáltalán belevették-e. Az se teljesen világos, hogy ezek a listák, amik most kiszivárogtak, ezek hogyan keletkeztek, hogyan születtek, és hogy tényleg mindenki ellen lebonyolították-e a megfigyelést. Nem állítom, hogy mindenkire vonatkozik, csak egy konkrét példát mondtam arra, hogy hogyan működnek, milyen logika alapján a nemzetbiztonsági szolgálatok. A soros hálózat az egy ilyen logikának látszott néhány évvel ezelőtt, mint ahogy most is egyébként, hát folyamatosan ugye a fő ellenség Brüsszelen kívül, hogy ez a megfigyelés irányulhatott egy ilyen tágan értelmezett szervezetrendszer ellen. És a Soros György és a szervezeté nemzetbiztonsági veszélynek számítanak a mai kormány szerint, ez egy politikai megállapítás? Ez szerint? Hát politikai döntés, aminek aztán van egy csomó egyéb következménye, például ilyen következménye is, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok dolgozhattak rájuk. És akkor megkapták feladatot, és ezek után mondhatják azt, hogy ez törvényes. Mert hogy ugye, a törvény általi felhatalmazással a kormány élt egy ilyen lehetőséggel. Ez a logika ugye más, mint a miénk. Más, mint a 2010 előtti világé. Más, mint a mai világban ennek az úgynevezett baloldali liberális körnek az álláspontja. De ez egy Fidesz által jól körülhatárolt, jól definiált értékrendszernek a következménye. Sokan mondják, hogy a törvény, illetve az erre vonatkozó szabályozás annyira puha, gumiszerű, általános, hogy gyakorlatilag, ahogy a belügyminiszter mondta, hogy tulajdonképpen mindenkit le lehet hallgatni törvényesen, vagy meg lehet figyelni törvényesen. A szakértők meg hozzáteszik, hogy és soha nem lehet utólag igazolni, hogy ez törvénytelen volt. Ez azt jelenti, hogy a két eljárási mód között, ami az önök idejében volt érvényes, meg ami mostan érvényes, egy különbség van. Egy vagy több. Mik ezek? Hát én ezt nem állítanám, hogy nem lehet megállapítani, hogy törvényes, vagy törvénytelen. Azt gondolom, hogy most itt egy kormányváltás után nyílik lehetőség arra, hogy ilyen eljárások elinduljanak, és azt gondolom, hogy ha törvénytelenek voltak objektíven nézve a lehallgatásokat, akkor az kimutatható. Csak hogy amitől az előbb beszéltem, hogy törvényessé minősítik azt a helyzetet, amelyről mi 2015 azt gondoltuk volna, hogy törvénytelen. Ma is azt gondoljuk, hogy törvénytelen lenne, ha mi lennénk kormányon, de ők törvényessé tették, és ilyen körülmények között valóban bírósági úton nem lehet megfogni ezeket az eljárásokat. Utólag se, nem értettem. Utólag sem. Igen, akkor félreértettem. Úgy értettem, igen, hogy azt mondja, hogy utólag meg lehet állapítani, hogy ezek a megfigyelések törvénytelenek voltak. Ha objektíve törvénytelenség van, tehát ténylegesen tételesen törvénybe ütközik. De nem a megfigyelés szerint, mert az törvényes. Hát igen, tehát hogy ha kiderülne, hogy valakinek ennek a megfigyelése mögött nincs engedély, vagy az engedély mögött nincs indoklás, vagy az indoklás az hamis, mert ez is előfordulhat. Tehát ilyen esetekben ez az eljárás sikerre vezethet. De ha az indoklás nem volt hamis, az indoklás létezik, az engedélykérés megvan, akkor nem lesz törvénytelen mondjuk egy soros hálózat elleni személy megfigyelése, ha ezt a kormány azzá minősítette, már minden nemzetbiztonsági kockázattá minősítette. Törvényes vagy törvénytelen, ha van egy baráti társaság, amelyik együtt vacsorázik, és akkor behatolnak mondjuk egy Csikán Attila nevű, egyébként nagyon fontos kormányzati vagy kormányzat körüli pozíciókban szerepet játszó ember, és ott vacsorázik és beszél valamit, tehát igazolható-e az ő lehallgatása mondjuk azon az alapon, hogy szidja a kormányt? Hát ugyanezt tudom mondani, hogy a mi felfogásaink szerint ez elképzelhetetlen lenne és törvénytelen lenne. De van olyan kormány, amik a gyakorlata törvényesíti azokat az eljárásokat, amelyek a mi szempontunkból elképzelhetetlenek lennének, hogy törvényesen csinálnánk. De bocsánat, tehát. Ugyanaz a korrupcióra is, bocsánat, csak ez vágottalába. Hát az, amit mi látunk országszerte, kormányzati irányítással, az törvényes lenne egyébként egy normális jogállamban? Hát, nem. De Magyarországon törvényes, mert törvények úgy alakultak.
Csak azt akartam közben megkérdezni, hogy törvényessé tehető a úgynevezett soros hálózat megfigyelése, mert állambiztonsági kockázatnak minősíti a kormány az egészet. Törvényesnek minősíthető ön szerint a kormány bírálata viszont, mert itt csak erről lehet szó egy baráti vacsora keretén belül, tehát lehetséges-e, hogy nem. Nem. Nem, de hogyha azt mondja a kormány, vagy az indoklás, a fölterjesztés indoklója, hogy állambiztonsági kockázat, mert alkotmányos pucs készül, vagy alkotmányos rend megdöntésére törekszenek. Hát legfeljebb alkotmányos puncs készülhetett ott azon a vacsorán, puncsról talán. Hát erről akkor van az alkotmányos rend megdöntésére irányuló szervezkedés. És ezen így senki nem röhög? De ugye nem, mi kesergünk ezen, tehát nem arról szó, hogy akár nevetnénk, akár azt ezt elfogadnánk. Csak akarom mutatni, hogy az elmúlt években, amit látok, értékrend hogyan torzul el ahhoz képest, amit 2010 előtt, meg 1990 után mi gondoltunk, hogy egy demokratikus jogállam működhet. Sajnos erről van szó. Kitérve a kém programra, volt-e önök az önök birtokában hasonló fejlettségű szoftver, vagy bármi, ami erre a spyware hasonlít? Most ugye az UDZRT ügyre majd visszatérünk talán, mert ilyet találtunk mi is a saját rendszereinkkel, amiket nem mi fejlesztettünk. De a nemzetbiztonsági szakszolgálat és a nemzetbiztonsági hivatalok használtak, meg most is használnak nyilvánvalóan kém szoftvereket, kém programokat. Hát nyilvánvalóan nem hasonló fejlettségű, mert ez 10-10-valány évvel ezelőtt volt. Tehát akkor például, jól tudom, nem is tudták úgy telepíteni ezeket a szoftvereket, hogy valamilyen aktív művelete ne történjen a felhasználónak. Tehát mondjuk rákattint valamilyen ikonra, vagy linkre, vagy telepít valamit, enélkül nem nagyon lehetett volna használni a két programokat jó 10 évvel ezelőtt. Ma már nincs ilyen korlát. Ma már úgy is tudnak telepíteni két programot, hogy a felhasználó semmilyen aktív aktivitást nem végez. Azon kívül, hogy bekapcsolja a telefonját. Igen. Na most, tehát én azt gondolom, hogy minden nem nemzetbiztonsági szervezet kell, hogy használjon ilyeneket. Hát tényleg léteznek valóságos fenyegetések, ami a terrorizmust illeti, ami a bűncselekményeket illeti. Ezek nemzeti és nemzetközi vonatkozásban egyaránt léteznek, tehát együttműködés is kell, hogy legyen a szolgálatok között. És ezek feltételezik a modern eszközök használatát, hiszen hát ezek a bűnelkövetők szintén modern eszközöket használnak, ezt tudjuk. Volt egy olyan vetülete ennek a dolognak, hogy állítólag magyar területen izraeli, ennek az izraeli cégnek a szakemberei tanítottak bangladesi biztonsági tiszteket ennek a szoftvernek a használatára. Ez így önmagában tekinthető bármiféle vétségnek vagy törvénytelenségnek? Nem, önmagában nem. Tehát ez egyszerűen... Önmagában nem, gyakori az együttműködési rendszerekben. Itt mindig az a kérdés, hogy milyen célra használják föl azt az eszközt, amiről tudunk. És hogy az oktatás ez mire irányult, ez a kiképzés mire irányult, itt az a kérdés. És akkor annak alapján lehet eldönteni, hogy történt-e valamilyen törvénytelenség vagy sem. Vagyis az, hogy mondjuk Magyarország megvette ezt a kém szoftvert, önmagában abban sincs semmi különös, hiszen nagyon sok ország vette meg. Igen. Na most azért ugye a lehallgatottak listáját tekintve, ha megnézzük azokat az országokat, ahol erre sor kerül, akkor kiderül, hogy van angol név is a listán, de ő azért, mert valami szaúdi vagy más arabikben érintett. Van francia név a listán, de őt Franciaországban a marokkóiak hallgatták le. És akkor Magyarország, amikor a saját állampolgárait figyeli meg, nem csak lehallgatja, hanem megfigyeli, akkor önállamok közé kerül, mint Abu Dhabi, vagy Afganisztán, vagy Bahrein, vagy szóval hát ezek a nagyon tuti országok. Erről mit gondol? Hát először is a listáról beszéljünk már valamit, mert így ez engem kicsit zavar. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy 50 ezeres címlistát találtak az izraeli cég szerverén. Ez miért zavarja? Hát azért zavar, mert hogy kerül hozzá? Tehát, hogyha ő eladta a szoftvert az országoknak, ugye mondjuk a kormányzatoknak, ugye azt hírlik, hogy
kormányzati szerveknek adták csak el a hadügyminisztérium engedélyével. Hogy kerül hozzá a címlista? Tehát milyen összefüggés miatt tudja ő azt, hogy az adott országok kikkel foglalkoztak, kiket hallgattak le? Hát ez vagy úgy van, hogy hát nem tudtak róla a felhasználó országok, hogy ez a kémszoftver azért ad információt a szoftver gyártójának is. Uh-huh. Ezt nem tartom kizártnak, de azért ez ugye elég furcsa. Hát vagy úgy, hogy közreműködtek az adott országgal a szoftver felhasználásában. Ennek is megvan éppen a lehetősége. Hát vagy pedig a harmadik lehetőség, ugye mint a Fidesz ezzel operál, hogy meg fogalma nincs, hogy kerültek a listára ilyen magyar nevek, hogy ez egy másfajta lista, amit aztán utána összefüggésbe hoznak ennek a kémprogramnak a működésével. Na mindegy, csak ez zavar engem, hogy kerül hozzá egy olyan lista, amelyiket az adott országok használtak. Hát egyébként ez egy egyszerű számítógép is visszajelezhet a gyártónak, hogy hát, meg egy telefon is, tehát ez nem egy olyan nagy titok, azt mindannyian tudjuk. De hát azért nem olyan egyszerű ez, mert mi például annak idején a mobiltelefonok kommunikációjának a titkosítását azért nem rendeltük meg külföldi cégtől, magyar technológia hiányában. Ez még ugye jó 10 évvel ezelőtt volt, amikor kisebb volt a fejlettség a műszaki technikáknak. Na mindegy. Szóval azért nem rendeltünk meg, mert attól féltünk, hogy ad alapinformációkat akár, de lehet, hogy mélyebb információkat is a szoftver fejlesztőjének. Igen. Tehát hogyha valaki erre odafigyel, már pedig ezek a magyar szolgálatok hát szintén fejlett jó képzett szakemberekkel dolgoznak, hát ezt ki kellett volna zárniuk. Nem tudom, tehát nem tudom igazából, hogy kerül. Hát igen, igazából, hogyha én lehallgatom a saját állampolgáromat, ami nem, hogy mondjam, csak nem fest túl jól, akkor nem akarom, hogy egy másik állam legyen, hát egy barát Izrael ezt tudja. Hát igen. Igen. Ha csak nem együttműködésbe csinálom vele. Mert ugye itt most mindenki azt mondja a hivatalosságok közül, hogy a szolgálatok nem használták ezt a szoftvert. Pontosabban, hát, hogy ők ilyen megfigyeléseket nem végeztek. Ebből az következik, ha végeztek ilyet, hogy akkor nem a szolgálatok csinálták, hanem mások. Mondjuk ez a cég? Hát például ezzel a céggel együttműködésben valakik. Volt már izraeli cég, amelyik gyűjtött magyar állampolgárokról adatokat? Volt egy botrány is pár évvel ezelőtt? Én most nem azt állítom, hogy ők ezt maguktól csinálták. Megrendelésre. Hanem igen, velük együttműködésben. Outsourcing, ugye hát a Fidesznél a jogalkotás is outsourcingba ment éveken keresztül. Igen, kétségkívül, de ez még mindig ott tartunk, hogy akkor van egy külföldi állam, vagy egy olyan cég, amelyik be van kötve a saját államához, és továbbítja az információkat, és akkor ott tudnak arról, hogy a magyar állam kiket figyel meg. Ezt továbbra se értem. A másik, hogy miközben magletesi tiszteket képeztek ki, ami azt mondja, hogy törvényes. Hát azért itt volt, hogy kipróbálták a szoftvert magyar állampolgárokon. Tehát megmutatták a bangladesiekre, hogy így törött föl, így szedett ki onnan a híváslistát, stb. Ezt el lehet képzelni legálisan és törvényesen természetesen, és el lehet képzelni nem legálisan és nem törvényesen, hogy csinálták. Hát meg lehet ezt beszélni emberekkel, hogy teszt céljára felajánlják magukat, és akkor kipróbálják. Hát ez nem egy nagyon bonyolult dolog. Ezért mondom, a konkrét részleteket kéne ismerni ahhoz, hogy eldönthessük, hogy ez most elfogadható és törvényes, vagy nem. Hát Panyi Szabolcs azt mondta tegnap reggeli műsorban, hogy jönnek itt még adatok, mert ez a sok nagyon neves újság, amelyik összefogott ebbe az Amnesty International-lel, azok dolgozzák föl és ellenőrzik sorra az adataikat, tehát jön még itt egy adag. És azt gondolom, hogy a magyar kormány mostani kommunikációjában azért van némi visszafogottság, mert nem tudják, hogy mi van még. Tehát mi jön még? Igen, hát az látszik az ő kommunikációjukban, hogy nagyon úgy fogalmazzanak, hogy az minden körülmények között megállja a helyét. Igen. De a valóságot esetleg tükrözhet a valóság egyes részleteit, de az igazságot még nem. És én is azt gondolom, hogy jönnek még itt ki részletek. Úgy egyébként az UDZRT ügy óta én nekem a Fidesz-szel kapcsolatosan semmilyen illúzióm nincs. A titkos szolgálati eszközök, akár kémszoftverek használatát illetően. Ez érdekes, hogy mondja, mert nagyon sok emberrel, mondjuk ha az ember Panyi Szabolcsra beszél, vagy mással, akkor azt mondják, hogy igazából lelkük még nem csodálkoztak.
Tehát, hogy ebben a rendszerben nekik ez belefér, ma úgy értem, hogy elképzelhető, hogy csinál ilyet. Hát szomorú, hogy így tartunk, de hát mindenki így nyilatkozik. Bánáti Jánostól kezdve, Varga Zoltánon keresztül, Fanyi Szabolcsig, mindenki ezt mondja, hogy hát tulajdonképpen nem lepte meg. De mondom, 2008-ban, amikor az UTZRT ügye kirobbant, hát akkor lehetett azt érzékelni, hogy a Fidesz hogyan kezeli ezt a titkosszolgálati kérdést, hogy hogyan figyelhetünk meg másokat, mi a viszonyunk akkor, amikor lelepleződünk, tehát ezen én se lepődött meg sajnos ez a helyzet. Másrészt viszont nagyon sokan mondják őszinte megrendüléssel, hogy hát eddig a Fidesz nem hatott le a magánéletbe. De most nem mondhatjuk azt, hogy az életünk, az intimitásai, a titkaink, a magánügyeink azok védve vannak, mert nincsenek. És nem lehet tudni, hogy mikor és kit figyelnek meg, mondjuk a saját embereik közül is. Hát ez ugye most előtérbe került, de ezt nem lehet azt állítani, hogy korábban nem lehetett, volt ilyen. Az UDZRT pont arról szólt, hát ott is ugye ügyvédek kerültek célkeresztbe, talán emlékszik rá. Igen. Többek között ügyvédek. Többek között nem csak az állami szervek, nem csak az APEC, meg a nem tudom melyik hivatal, hanem magánszemélyek is, amikor a magáncélokra föl kellett használni, akkor fölhasználták az akkori gyanunk szerint. Mert ugye az ügyészség gyorsan leállította a nyomozást, és vakvágányra terelte az egész ügyet, pontosabban hát ellenünk fordította. Na mindegy, visszatérve, tehát erre most derül így fény, vagy most kap nagyobb sajtóvisszhangot és nyilvánosságot, mert hogy, de hogy korábban ez hogy milyen gyakorisága volt, erről persze nincsenek információ. Végül mi a vélemény arról, hogy mekkora botrány lesz ez igazából a közvéleményen belül? A közvélemény azt gondolom immun is erre. Ugye az elmúlt évtizedekben folyamatosan jöttek ilyen nemzetbiztonsági botrányok, még jóval az UDZRT előtt is, már el is felejtettük ezeket. Az a közvéleménynek az a része, amely kormány propagandából értesül az eseményekről, annak halvány fogalma nem lesz arról, hogy mi történik, illetve hát annyi lesz, amit most látom a kormányzati kommunikációs irányt, hogy ez egy külföldi összeesküvés, ami mögött nyilvánvalóan a soros hálózat lesz, és esetleg majd Brüsszel is még. Tehát ennyit fognak látni. A felvilágosult közönség meg nem csodálkozik, ahogy ezt elmondják az érintettek is. Úgyhogy én ebből azt gondolom, a jelenlegi információk alapján, hogy mondjam, Magyarországon belülről generálva nem tud botrány lenni, nem tud nagy visszhang lenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. További jó reggelt. Viszontlátást. Szilvási Györgyöt hallották, a polgári titkosszolgálatokat felügyelő egykori tárca nélküli minisztert.